Szerdán több mint 300 érdeklődő diák érkezett a 60-i Bajza József gimnáziumba. A nyílt napot két napon keresztül lehetett látogatni. Kedden a 60-i iskolák tanulói vehettek részt, szerdán a környékbeli településekről várták a tovább tanulni vágyó diákokat. Az intézményben informatív és figyelemfelkeltő programokkal készültek. És komplett programsorozattal készültünk erre a két napra. Ez azt jelenti, hogy az első óra során ketté osztottuk az egész látogató közönséget. A közönség egy része a dísztermünkben, a 22-es teremben igazgatói tájékoztatót hallgat meg, illetve meghallgattatja a Bajzás Bitang együttesnek a Bajza dalát. Jarábik Maja elmondta, hogy forgattak egy kis filmet is az iskoláról, és már hónapok óta szervezik ezt az eseményt. Külön erre az alkalomra készítettek karkötőket is, amit a látogatóknak ajándékoztak. Nekem kellett csinálnom egy ilyen prezentációt diák szemmel, és itt a mögöttem lévő evédlőből kialakított kis terembe, ezt mutatom be. Szabó Sándor a gyermekével érkezett, és nagyon elégedettek az iskolával. Szeretnék, ha jövőre ide járhatna a fia. Egy matematika órán vettünk részt, és ugye gyakorlatilag ugye végigmentünk az iskolán. Ugye részt vettünk a végén ezen a tájékoztatón. Többet a szerintem idén már, vagyis most nem tudunk meglátogatni. Szabó Bálint is pozitív gondolatokkal távozott a nyílt napról, és hasznosnak tartotta, hogy részt vett az eseményen. Nagyon tetszett az iskola, és nagyon tetszik az, hogy az nem, hogy a hajtók úgy lettek megcsinálva a nyelvi osztályoknak, hogy meg tudják jobban különböztetni. Az iskola hangulata így, ahogy benéztünk órára, nagyon pozitív. Mindenki aktívan részt vett az órán, és próbálták megoldani a feladatokat. A rendezvény egy fórummal zárult, ahol a látogatók feltehették a nap folyamán felmerülő kérdéseiket.